Egyhangú, ellenszavazat és tartózkodás nem volt. Egyhangú döntéssel megszavazta a paksi képviselőtestület a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő ZRT alaptőke leszállítását. Az így felszabaduló 1,3 milliárd forintot a grémium átcsoportosította az önkormányzat költségvetésébe, melyet a lakótelepi központi park rekonstrukciójára fordítanak. A döntést követően napokon belül megkezdődhetnek a munkálatok. Emelt műszaki tartalommal tudják megvalósítani a központi park kialakítását, amely többek között a 3 év alatt megnövekedett anyagköltséget, a közvilágítás újragondolását is tartalmazza. Magyarország kormányától még a tavalyi év során kaptunk 8 milliárd 17 millió forintot, és rész közterületek felújítására, és hát természetesen a paksi lakótelep központi park is közterületnek számít, így a többletköltséget igazából, hangsúlyozom még egyszer, nem a paksiaknak kell viselni, hanem Magyarország kormánya fogja viselni. A két ütemben zajló munkálatok a Kishegyi út felől kezdődve haladnak. A teljes körű felújítás összköltsége 2,1-2,2 milliárd forint lesz.